Épületmakettek a Pécsi Iparkamaránál. Általános iskolás gyerekek készítették az építész szakmaismereti versenyre ezeket az alkotásokat. Idén első alkalommal került megrendezésre az építésszel építőipari szakmaismereti verseny. Ezt a versenyt a többihez hasonlóan az általános iskolák 6., 7., 8. osztályos tanulóinak írtuk ki. Tulajdonképpen ők vannak ott, hogy pályaválasztás előtt állnak, dönteniük kell, ezért arra gondoltunk, hogy az építőipar területén is megismertetjük velük a szakmákat. Három fordulóból áll ez a verseny is. Egy online felületen kellett elméleti kérdőívet kitölteniük, ezzel neveztek. Rendkívül sokan neveztek, több mint 130 gyerek érdeklődött a verseny után, 44 csapat, és az első körben 25 csapat jutott tovább. A második fordulóban két részből áll az ő versenyük. Egyrészt kellett építeni ezeket a kis házakat. Mi adtunk megadott darabszámú téglát és cserepet, viszont minden mást rájuk bíztuk, hogy ház lesz belőle, vagy templom, vagy bármi, azt rájuk bíztuk, illetve bíztattuk arra őket, hogyha van idejük és ötletük, akkor rendezzék be ezeket a házakat, vagy tegyék terepasztalra, tegyék valamilyen környezetbe. A második fordulóban a gyerekek eljutnak különböző építőiparhoz közeli vállalkozásokhoz, hogy lássák, hogy a valódi gazdasági környezetben hogy is működik az építőipar, úgyhogy nagyon örültünk, hogy nagyon sok vállalkozás megnyitotta nekünk az üzemeit, kapuit. A harmadik fordulón, a döntőn pedig 10 standon, 10 állomáson fogják próbára tenni magukat a gyerekek, ahol már nagyon gyakorlatorientált feladatokat fognak megoldani. Célunk az volt, hogy valóban emelje föl azt a téglát, érezze a súlyát, a tetőcserépnek a törékenységét. Ilyen feladatok lesznek majd a döntőn. Szakmai zsűri értékelte február végén a beérkezett maketteket. Mi generál kivitelező cégek tulajdonosai vagyunk egyébként, akik foglalkoznak a tájépítészettől kezdve gyakorlatilag kulcsátadásig mindennel, és hát ilyen szemmel nézzük az elkészült pályaműveket. Az osztályozási szempontoknak különböző megfelelőségi pontjai vannak. Falazás, vakolás, tetőcserép felhasználása, egyéb kiegészítő anyagok és az ötletesség az, amit elsősorban bírálunk ezeken a pályamunkákon. Nagyon-nagyon sok pályamunkán látszik az, hogy van hozzáértő háttértámogatása a munkában, és nagyon átgondoltak voltak az elkészült munkák. Némelyik munkában látszik a megújuló energia is, ami hát ugye a mostani építészetben most már egy nem alternatív módszer, hanem most már egyre általánosabbá válik, ezt örömmel látjuk, hogy vannak, és a gyerekeknek a kreativitása is egyaránt látszik, különböző épületeket valósítottak meg, a falusi háztól kezdve egészen a modern építészeti stílus jegyeket megtaláljuk. Van, ahol belső építészettel is foglalkoztak a gyerekek, és hát igazából ezeknek a szakmaiságát nézzük. Cél, hogy az építőipari szakmákat közelebbről megismerve kedvet kapjanak ezek tanulásához a gyerekek. Az építész döntőjét majd márciusban rendezik a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamaránál.